Milyen instrukciókat kaptál Gera Zoltántól, amikor beálltál és kaptál bő fél órát ezen a meccsen? Hát azt mondta, hogy mindent, amit tudok, kamatoztassam a pályán, igazából próbálják gólt szerezni, gólt paszt adni akár, úgyhogy hál' Istennek sikerült az egyik, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és főként azért, hogy a csapat be tudta húzni a 3 pontot. Igen, nem is volt csúnya gólpassz, mesélj, légy szíves, hogy emlékszel vissza azokra a jelenetekre. Igen, kaptam egy parádés labdát, és nyilván ezt nagyon szeretem, amikor tudom vezetni a védőkre a kapura, úgyhogy egy lövőcsel után érkeztek a második hullámba, és visszakészítettem, amit hál' Istennek be tudtak rúgni. Mesélj egyébként, hogy érzed magad itt a válogatottban? Hát nagyon jó a közösség, tényleg mindenki barátságos, mindenki közvetlen, úgyhogy úgy érzem, hogy megvan az összhang mindenki felé, úgyhogy tényleg jó itt lenni. A magyar nemzet és a magyar emberek mögötted állnak, nagyon sokan már egyébként a felnőtt válogatott keretébe követelnek egyenesen. Erről mi a véleményed, vagy hogyan próbáld ezt kezelni? Hát úgy érzem, hogy ezzel nem nekem kell foglalkozni. Ez nem a én szakterületem, hogy majd eldöntsem, hogy ide hívnak, vagy a felnőtt válogatottba. Igazából nekem az a feladatom, hogy ahova behívnak, ott 100%-ot tudjak nyújtani, és nyújtsak úgy, hogy én erre koncentrálok elsősorban a játékra. És a jövő mit tartogat a számodra, a Frankfurtról esetleg pár szót tudnánk beszélni? Hát igen, már mindenki tudja, hogy a Frankfurt megvásárolt, de én még nem ezzel szeretnék elsősorban foglalkozni, hanem a klubommal, a Ferencvárossal, úgyhogy még egy év az nagyon sok idő, úgy érzem, úgyhogy még fejlődni szeretnék még itt a Fradiban is, és minél több gólt szerezni. Ferencvároshoz pedig új vezetőedző érkezett, Dejan Stankovics személyében. Találkoztál már vele, vagy...? Nem, még nem találkoztam vele, úgyhogy azt is nagyon várom, hogy végre találkozzak vele. Egy jó szakembernek tűnik, nem ismerem igazából, de szerintem minden rendben lesz ott is. Mondom, ha látta ezt a fél órát, akkor lehet, hogy ő is elégedett veled, nem? Hát remélem látta, úgyhogy remélem. Ha látta, akkor elégedett.